a Tiszadobi Andrási kastély, a Szabolcsi földvár, a Szatmácsekei temető, a Tákosi, Csarodai és a Lúnyai templom. Néhány azok közül a megyei értékek közül, amelyekkel megismerkedhetnek a tárlatlátogatói. Az utazókiállítás 17 darab molinóból áll, ezek szöveges ismertetőit Bene János történész készítette, a képek pedig Csutkai Csaba fotoművész munkái. A Tuzsíri Lónyai Kastélyban rendezett megnyitó ünnepségen Oszkár, a szabolcs szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a kiállítás élményt adhat, felkeltheti az értékeink iránti kíváncsiságot. A megyei identitás pályázatunknak egy fontos eleméről van szó. A programban érintett valamennyi településre, 20 településre a megyében elviszük ezt a kiállítást a program részeként, és hát utána is megmarad a Vármegye kezelésében tulajdonában ez a leporelló gyűjtemény, és ha bármelyik település óhajtja, akkor nagyon szívesen kölcsörözzük ezt a kiállítást. Azért tartjuk fontosnak, mert az identitás szó azt jelenti, hogy helyben lenni, helyben értékesnek érezni magunkat, helyi értékekhez kötődni, és ez valóban nagyon fontos, még gazdasági hozadéka is van, még szerint gazdasági haszna is van, hogyha az emberek úgy érzik, hogy otthon vannak a lakóhelyükön, hogy értékes helyén laknak a világnak. Az utazó kiállítást a Vármegye számos településén láthatták már az érdeklődők. Tuzsér a 45. helyszín, ahol bemutatják a szervezők. A községben különös gonddal őrzik a lónyai család szellemi és épített örökségét. Ezt a hatalmas kincset egyébként meg kell őriznünk, és tovább kell adnunk majd az utókor számára. Nyilván a kiállítás anyagát képező többi épített és természeti örökség is hasonló kincs, amit, amit természetesen jó, hogyha a következő generációs megismer. A megnyitó ünnepséget követően a kiállítási anyagot Erdélyi Iván projektmunkatárs mutatta be a közönségnek. A tárlat, amely leginkább az épített örökségünkbe enged bepillantást, de felvillant a természeti értékeink szépségeiből is, április másodikáig díjmentesen látogatható a Tuzséri Lónyai Kastélyban.